Üdvözlök mindenkit a mostani videó témája, a narcisztikus férfiak vonzódása a borderline nőkhöz és fordítva, ugyanis a borderline is leginkább a narcisztikusokhoz, pszichopatákhoz vonzódik, tehát a toxikus személyekhez, nem pedig az egészséges emberekhez. A narcisztikus személyiségzavaros férfiak és a borderline személyiségzavarban szenvedő nők közötti kapcsolatot Mély pszichológiai dinamikák hajtják. A narcisztikusok, a narcisztikus férfiak azok vonzódnak a borderline nőkhöz, azért, mert ezek a nők rendkív tehát képesek rendkívül mélyen megsérteni és mortifikálni őket a narcisztikus mortifikációról már csináltam egy részletes összefoglaló videót. Ennek a videó végére majd beteszem az ajánlott videók közé, Akit érdekel ha a narcisztikus mortifikáció, azt tekintse meg ezt a videót, nagyon hasznos. Tehát a borderline az képes rendkívül mély sebeget okozni a narcisztikusnak. Ez paradox módon segít a narcisztikusnak érezni, érezni saját magát, tehát érezni azt, hogy él, létezik, mivel a mortifikáció az lehetőséget ad neki arra, hogy valóban érezzenek, tehát valami mély, valami nagyon erőteljes érzelmet tapasztaljanak meg, ami gyakran hiányzik az életükből. A borderline együtt képesek nagyon mélyre lemenni. Mind a ketten. Ez a dinamika azonban feszültséghez, konfliktusokhoz vezet, mivel a borderline viselkedés, hirtelen hangulatváltozások, impulzív cselekedetek, a stabilitás hiánya, tehát ezek nagyon is kihívást jelentenek a narcisztikus számára, akinek Saját magának is megvannak a saját érzelmi és pszichológiai nehézségei. A borderline nők impulzív, gyakran kiszámíthatatlan viselkedése különösen nagy kihívást jelent a narcisztikus számára, akiknek, mint tudjuk, szükségük van az állandó csodálatra, az elismerése, valamint arra, hogy kontroll alatt tartsák a kapcsolat dinamikáját. A borderline viselkedése viszont fenyegeti a narcisztikusnak a kontrollját, hiszen a borderline milyen kiszámíthatatlan, instabil ő is, de sokkal jobban instabilabb belül, mint egy narcisztikus ez pedig a kapcsolat instabilitásához vezet és még mélyebb konfliktusokhoz. A narcisztikus mi az, amit akar? Kontrollt akar. A borderline viszont kontrollálhatatlan, kiszámíthatatlan, tehát nem tartja magát a keretek között, amit a narcisztikus felállított neki. A narcisztikus mi az, amit akar? A narcisztikus egy rendszert akar, egy, egy merev rendszer, tehát merev keretek között. A borderline viszont milyen? Az örök lázadó, aki mindenki ellen, minden ellen fellázad. A narcisztikus ezt pedig nem tűri, megbünteti a lázadókat megbünteti a borderline-t, amiért folyton lázatozik. Borderline meghunyászkodik, de rövid időn belül játszma az kezdődik előről. Továbbá a narcisztikus és a borderline azok gyakran mi az, amit csinálnak, egymás gombjait nyomogatják, ez azt jelenti, hogy képesek olyan mély érzelmeket és reakciókat előhívni egymásból, amelyek mélyrehatóan befolyásolják a gyermekorúban elszenvedett pszichológiai sebeiket, traumáikat. Ez a dinamika bár ritkább esetben, de lehetőség adhat, adhat a növekedésre, hogy fejlődjenek, szemben nézzenek azokkal a rettentően triggerelő fájdalmas traumákkal, amikkel nem tudtak gyermekként megbirkózni. De az esetek többségében, hát sokkal gyakrabban ez inkább egy fájdalmas, pusztító ciklushoz vezet, ezek pedig akadályozzák a kapcsolat stabilitását és egészséges fejlődését, tehát létrejön a narcisztikus és a borderline között a haláltánc. A narcisztikus és a borderline dinamika az komoly kihívásokat jelent a párkapcsolati stabilitás szempontjából, konfliktusokhoz, félreértésekhez és a kapcsolat folyamatos ingadozásához vezet, se veled, se nélküled ez a narcisztikus, a borderline az pedig gyűlölve szeret. Többször hallottam már Sam Wecknén-től, aki saját maga egy narcisztikus pszichopata, hogy mindig a borderline nőket részesítette előnyben egy, egy codependence személlyel szemben, de tulajdonképpen bárkivel szemben előnyben részesíti a borderline-t, mert a borderline az tud valami pluszt adni. Azt nem mondta, hogy mi az a plusz, de véleményem szerint pont az, hogy azt érzi a narcisztikus, hogy él, és olyan mélységeket tapasztal meg érzelmileg is, amit amúgy más nem tudna előhívni belőle, csak is kizárólag egy borderline, tehát szerintem ez az a plusz, amit egy borderline tud nyújtani a bárkivel szemben tulajdonképpen, és szemveknél is azért preferálja a borderline-okat bárkivel szemben. Na de akkor nézzük meg egy kicsit itt a videó végére jobban összefoglalva. Tehát a közös gyermekkori traumák, mind a narcisztikus, mint pedig a Bordánány személyiség zavar hátterében gyakran állnak gyermekkori traumák, például a figyelemhiány, elutasítása, bántalmazások különböző formái. Ezek a traumák pedig hozzájárulhatnak nagyban ahhoz, hogy az érintettek felnőttként hasonlóan traumával terhelt partnerek felé vonzódjanak, mivel ezek a kapcsolatok ismerősek és érthetőek számukra, még ha károsak is. A közös traumák alapján való azonosulás az pedig lehetőséget adhat nekik arra, hogy a másikban úgymond egy lelkitársat lássanak, hiszen úgy érezhetik, hogy a másik az mélyebben megérti őket, és a múltbeli szenvedéseiket pont azért, mert a másik is hasonló, megrázó dolgokon ment keresztül gyermekkorában. lelki lelkitársak és a séma kémia, a lelkitárs fogalma az leginkább arra utal, hogy két ember mély, szinte sorsszerű, karmikus kapcsolatot érez egymás iránt, ami részben azonosuláson és a közös élményeken alapul. A narcisztikus és a borderline személyek közötti vonzódás esetében ez az érzés, ez az érzés az erősödhet a hasonló belső világgal és traumákkal kapcsolatos belső sémáik miatt. A séma az pedig azt a jelenséget írja le, amikor két ember sémái, vagyis az érzelmekkel, gondolatokkal, viselkedés mintákkal kapcsolatos belső struktúrái, azok illeszkednek egymáshoz, erős vonzalmat és kapcsolódást generálva, ami azonban nem mindig pozitív vagy egészséges. A sémakémiáról is csináltam már egy részletes összefoglaló videót, tehát a videó végére ide is be fogom tenni a sémakémiát az ajánlott videók közé. Ez is egy nagyon érdekes téma, ajánlom megtekintésre. Következő a fantázia és a szerelembombázás. bombázás. narcisztikusok rendelkeznek egy erős fantáziavilággal. Ez még lehetővé teszi számukra, hogy egy idealizált képet alakítsanak ki magukról és a másikról a kapcsolataikról, borderline -ok is, ők is nagyon jó fantáziával rendelkeznek, még sokkal színesebbel, mint a narcisztikus, különösen a szerelem és a kapcsolatok terén. Mi az, amit alkalmaz a narcisztikus a kapcsolat elején? Hát a szerelem bombázás, ugye intenzív figyelem, ez pedig különösen vonzó lehet a borderline személyiségzavarban szenvedők számára, ugyanis ők milyen vágyakoznak az elfogadásra, a szeretetre, az érzelmi megerősítésre, és a szerelem alatt a narcisztikus ezen igényüket tökéletesen kielégíti. Továbbá a borderline személyiség zavarban szenvedő nőknek többnyire nagyon alacsony az önértékelése, és félnek a magánytól, tehát különösen fogékonyak lehetnek erre a figyelemre, amit a narcisztikustól kapnak az elején. Ha egy narcisztikus és egy borderline találkozik, akkor minden idilli a kezdeti szakaszban, mindenki a fellegekben jár. Mondhatni azt, hogy vonzák egymást, mint a mágnes bántalmazás tolerálása, borderline személyiség zavarban szenvedők, azok gyakran nevelkednek olyan környezetben, ahol a bántalmazás, hogy legyen ez érzelmi bántalmazás, legyen fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás, pszichológiai bántalmazás, az sajnos normálisnak tűnik, tehát ez a megtanult viselkedés, mint ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a későbbi kapcsolataiban eltűrjék, sőt, esetenként keresik is a bántalmazást, tehát keresik a bántalmazó személyeket, mivel ez az ismerős, ez az otthonos viselkedés, mint a számukra. Milyen egy narcisztikus? Hát nagyon hajlamos hogy manipulálni, bántalmazni a partnereiket, annak érdekében, hogy a saját szükségleteiket kielégítsék, ami sajnos illeszkedik a borderline személyek által gyermekkorukban tanult viselkedés mintákhoz. borderline ez az otthonos, ha bántalmazó környezetben van, tehát így vagy úgy, de kialakítja magának a bántalmazó közeget. Továbbá a narcisztikusokban szadizmus is van, tehát lételemen mások bántalmazása, a borderline pedig megeshet, hogy mazoista, tehát nagyfokú önbüntetés is jelen lehet a borderline -okban. a narcisztikus pedig kiváló nekik is, hiszen milyen a narcisztikus? Hát, ha valamit vét a borderline, akkor a narcisztikus garantáltal büntetni fog mindenért és kíméletlenül. Na menjünk itt, még van egy utolsó, az intenzív érzelmi válaszok kiváltása, tehát a narcisztikus férfiak azok gyakran keresik azokat a partnereket, akik intenzíven reagálnak, tehát akikből intenzív érzelmi válaszokat tudnak kiváltani, mivel ez megerősíti őket abban az érzésben és hitben, hogy jelentős és befolyásos, erős személyek, borderline személyiségzavarban zavarban szenvedő nők érzelmi intenzitása és ingadozása, ez különösen vonzó lehet egy narcisztikus számára, akik értékelik a folyamatos figyelmet és az érzelmi válaszokat, amelyeket a viselkedésük kivált. Senki nem képes olyan intenzív érzelmi válaszokra, mint egy borderline személyiségzavaros, Összefoglalva ezt az egészet, az emberi kapcsolatok mély pszichológiai gyökerekből táplálkoznak, és ez alól, ha a narcisztikus férfiak és a borderline személyiség zavarral küzdő nők közötti vonzódás sem kivétel, tehát mondhatni, hogy ez a különleges vonzalom egy olyan összetett tényezőkből ered, mint a gyermekkori traumák, a lelkítás iránti mély vágyódás, aztán ott van a sémakémia, kémia, a fantázia világának vonzereje, valamint a bántalmazásokhoz való különleges viszonyulás. Ezek a tényezők így pedig összességében hozzájárulhatnak egy olyan dinamika kialakulásához, hát ami gyakran ellentétes hatású lehet, miközben magához vonza igen a feleket, tehát ugyanakkor káros következményekkel is jár számukra. Ezeknek a toxikus mintáknak, toxikus tudatalatti mintáknak a megértése, az kulcsfontosságú lépés a gyógyulás felé vezető úton, a pszichoterápiás beavatkozások, mint a terápiának a különböző formái, azok lehetőséget nyújtanak az érintettek számára, hogy feldolgozzák ezeket a mélyen rögzült problémákat, tehát megértsék, megértsék ezeknek a problémáknak a gyökerét, tehát lehetővé téve az érintettek számára, hogy teljesebb önmagukkal és másokkal is harmonikusabb életet éljenek. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találta nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét.